Mocsai Lajos nevet többször elhangzott már, elnök úr szeretnének megkérni, hogy te is köszönj az egybegyűlteket és mondd a gondolataidat. A TF100 és a 100 éves évforduló ugye 1925-ben alapítottak lébezve kunna az egyetemet, nagyon fontos és megérzésem szerint lehető erről is említést tesz elnök úr. Köszönöm szépen, tisztelt rektor úr, tisztelt professzor urak, tisztelt vendégeink Kölnből, ahol Különös szeretettel köszöntöm őket, hiszen az első olyan integratív együttműködés, amit még az előző rektor kollégával kezdtünk el. Mondok egy példát, hogy az egész labdarúgó edzőképzést szerettük volna megreformálni, és akkor Kölnből, úgy emlékszem, Frankfurtba költözött a labdarúgó edzőképzés, és ezért nem tudtuk azt ketten Európába megvalósítani. Második, harmadik megszólalóként a legfontosabb, hogy a hallgatók, a tanáraink, a barátaink itt vannak az egyetemen. Olyan nyüzsgés, olyan aktivitást észlelhető, ami nagyon fontos, hogy ebben az egyetemen napirenden legyen és folyamatosan jelentkezzen. Ezen a héten kezdtük Balatonbogláron egy kézilabda akadémián ahol gratulálok a rendezésért, nem csak azért, mert családban maradt Tamás fiamnak köszönhetően, és az ottani strávnak gratulálok. Nagyon komoly napot tartottunk világhírű sportolókkal, olimpiai bajnokokkal, aktuális szövetségi kapitányokkal. Elmondták a véleményüket a mai magyar sport Gyakorlata, ahogy rektor úr fogalmazott, ugyanolyan fontos egyensúlyba kell tartanunk a gyakorlatot és a mögötte való elméleti hátteret is. Ezért én a következő 6-7 percet kaptam, ilyenkor nem illik hosszabban beszélni, de mindannyiótok, mindannyiunk számára az egyetem feladatairól összekapcsolva az egész hét programját szeretnék hozzátok szólni. Az első dolog, amely a köszöntés után közvetlenül véleményem szerint igen fontos, hogy a versenyképességről egyre többet hallunk, és egyre jobban kiemelt feladata a magyar nemzetnek. A fizikai aktivitás, a rekreatív sporttevékenység, a szabadidő sportban végzett fizikai munka, és ott a megfelelő összefüggések, ami mellett nem mehetünk el. És ez az egyetemünk integratív gondolkodásának a legfontosabb feladata. Az élsport megjelenik, ennek az ellenzése a mai nap, a fenntarthatóság, és a különböző szekcióba egy olyan széles körű, mondjuk megjelenítése a sportudománynak, amire én azt gondolom nem baj, ha ősz felhívnám az összegző, integratív véleményemet. Erről szeretnék néhány szót mondani. Az elődeink életében három fontos kiemelt tevékenység volt. Próbálom egy kicsit fölcsigázni az érdeklődést. Az első dolog volt a bor, a másik a szalonna, a harmadik a búza. Gyakorlatilag igazi fitness program volt egész évben, hiszen a szőlő kertművelés, az állattartás és a vetés aratás egész évben nagyon magas fizikai aktivitást igényelt. Azonban a városi élet annak a vonzása a várakozás szerint a következő évtizedekben elkerülhetetlen, hogy 80%-a a lakosságnak a nagyvárosok felé fog fordulni. Én azt hiszem, és ebben nagyon bízhatunk, hogy Magyarország területe, lehetőségei a vidéki, Egészségesebb életforma megtartásában fog jeleskedni Európában. Magyarországi életmódszokások, a fizikai aktivitás tekintetében, és ez a következő fontos gondolat nem csak a jelenlévőnek, extrém kettőséget mutat. Extrém kettőséget. Ez annyit jelent, hogy két kétharmada a lakosságnak tudja, hogy sokat tehetne, az egészségért, tehát a felelősség érzete megvan, az egészség magatartása, a felelősség vállalása a saját közösségi fizikai és szellemi tevékenységért kevésbé. Ez ténykérem. A rehabilitáció fogalma ismert. Minden jön, tudjuk, hogy problémáink után el kell mennünk olyan helyekre, ahol megpróbálnak bennünket rehabilitálni. Nagyon sok folyamat már irreverzibilis, visszafordíthatatlan. Azonban társadalmilag, tartalmilag a jól értelmezhető primér prevenció fogalma jelentősen kevésbé hasznosul a gyakorlatban. Ez komoly gondot jelent mindenképpen. Itt említhető egy nagyon érdekes, tipikus jelenség, amit talán még kevesen hallottunk, Megfogalmazásra kell, hogy kerüljön a közép-európai tehetetlenségi nyomaték. Közép-európai tehetetlenségi nyomaték. Ez annyit jelent, hogy a magyar emberek a munkára Lengyelországgal Európában a legtöbb időt töltik munkaóra tekintetében. Azon kívül a magyar emberek ambíciója, motiváltsága, több munkaterületen való együttes, teljesítményt is kell, hogy realizáljon, azért, hogy a folyamatosan fejlődő életszínvonalukat vagy a fejlődést tartani tudják. Ez azonban elveszi az időt és a lehetőséget, a több irányú terhelés és a felelősség, az ott mutatott munka, végzőképesség, a rekreatív, önmagunknak a munkaerőjét pótló, támogató Fizikai aktivitás területére. Magyarul mozgásszegény, passzív, nem igazán az energiánkat visszatöltő tevékenységgel töltjük el az időnket. A rekreáció és a szabadidő fogalmával kérek mindenkit, hogy óvatosan bánjon. Ugyanis a szabadidő az elmúlt évtizedekben, akik vezetői pozíciót és akik intenzív életet élünk, nem áll rendelkezésre. Nincs szabad idő. Viszont óriási jelentőséget jelent, hogy az az életmód, amit választunk, rekreatív módon jelenjen meg, és ilyenképpen a versenyképességtől jelentősen eltávolodunk, most használok egy olyan szerkezetet, ami saját terminus technikusom nem is helyes, de kitű, mondjuk kitűzi és tartalmazza, amit el akarok mondani. Az önző lustaság fogalma. Az önző lustaság fogalma az annyit jelent, hogy nem vagyunk már képesek a napi munka után leülnünk a tévé elé egy viszonylagos passzív életmóddal, folyamatosan rontjuk a későbbi lehetőségeinket. Ez a fizikai és mentális problémákat jelent, amelynek föléjük a tartalékainkat, és az életpálya program megvalósításának hatékonyságát jelentősen csökkenti. A mai tudományos konferenc és az egész hét jelentősége bíz a föntartatóság, az élsport, a minőségi sport és a köztelévő társadalmi területek során arra, hogy fölépítsük önmagunkat. Néhány gondolat befejezésül. A már fiatalkorban megjelennek azok a betegségcsoportok, amely néhány évtizede ismeretlen volt még az általános középiskolában. Ma hajnalban, amikor bejöttem, 6 és fél hét között egy orvos azt nyilatkozta, hogy a nőgyógyászati problémák tízszeres rizikófaktorral bírnak. A változók korban lévő hölgyekkel, mondja a riporter. Azt mondja a professzor, azt mondja, hogy ön nagyon nagy tévedésben van. Az iskolában, általános középiskolában elhízott hallgatók, hölgyek viszonylatában már a gyerekvárandóság és annak lehetősége exponáncálisan csökken. Tízszeres a rizikófaktor, a tesúly túlzott a során. Én azt gondolom, hogy ez... Nagyon-nagyon fontos. Az egyetemen végzett értelmiségiek, figyeljenek a fiatalok, az egyetemen végzett értelmiségiek 50%-a 30 éves korba túlsúlyos. 50%-a 30 éves korba túlsúlyos. Ez annyit jelent, hogy a perifériára kerülő példaértéket szolgáltató magyar értelmiségnek az az életvitele, amely az életmód, életminőség, minőségi életre vonatkozik, nem megfelelő példaként szolgál a környezetére. A felnőtt lakosság közel kétharmada nem végez szinten tartó vagy fejlesztő fizikai aktivitást. A, a fejlett országokban, Nyugat-Európa és a Skandináv országokban 20, 30%-kal jobb fizikai állapotban van a nemzet. A skandinávokról nem merek beszélni, mert még ennél is jobb. Ezért a mi egyetemünknek is az egyik legfontosabb célja kell, hogy legyen, hogy az össztudományos kutatási spektrum az alapaktivitástól a célsportig, a minőségi sportig ebben az irányban szolgáltasson segítséget, és megolda azokat a pozitív hatásokat, amely kérem és kihangsúlyozom, nem csak a fizikai aktivitás, hanem a kognitív teljesítménynél is mérhető. Egyetemünk most kezdeményez egy longitudinális mérést a kognitív és a fizikai aktivitás teljesítmény hosszú távú mér, méréséről. A tét az nem kisebb, mint a csúcs teljesítmény napjainkban való, elérése és a versenyképesség világszintű föntartása és ennek megőrzése. A heti háromszori fizikai aktivitás már feltehetően négy-ötszörös csökkenti a rizikófaktort, a különböző rákbetegség, szívkeringés, túlsúlyosság, anyagcsere és egyéb betegségek folyamatában. Ezért kérem, és itt egy fontos gondolat, hogy a javaslatok alapján a napi testnevelés fölhasználása, az egyére igazított terhelés, azok tartalmas elvégzése, és erre fölhívnám a figyelmet lassan végére élve a beszédemnek, a szokásrend kialakítása. A szokásrend azt jelenti, hogy nincs mérlegelési, vagy csak rendkívüli esetben lehet mérlegelni azt, hogy azt a fizikai aktivitást, amit föntartani a munkaerőt és a szellemi képességet, valaki elhalassza. Tehát olyan rendet és szigort kell kiépítenünk, hogy a szokás rendbe természetessé váljék, hogy ennek a végrehajtása az egyénre, belső késztetésből, belső motivációból kötelező. Ezt nem érjük el. Jönnek a hírek az iskolába két hetenként, egy kirándulás, és letudjuk a testnevelés órákat. Hát hol van itt a szokás, a szoktatás, a rendszeresség, a napi program? Kérem, ez így nem megy tovább. Ebben nagyon komoly feladatot kell az egyetemünknek vállalni. A korcsoportokba történő lemorzsolódást Németországban tanítottam, tíz évig dolgoztam a profi profiligában. Az utánpótlás korosztály 12-14 éves korba több mint a fele otthagyta a sporttevékenységet. Magyarországon ugyanez a tendencia van. A lemorzsolódást meg kell állítanunk, mert a fizikai aktivitás nélkül nem lesznek teljesítőképesek a fiataljaink. Sem a barátság, sem a szerelem, sem a család, sem a gyereknevelés területén. Nem lesznek teljesítőképes. Befejezésül, a sporttudomány területek vizsgálatában a nemzetközi szakirodalom, az integrált tudományos kapcsolat jelenleg 21 tudományterületet von össze a sporttudomány. 21 tudományterület. Nem kettőt, nem ötöt. 21. A sportértelmtől a dietetikáig, és mondhatnám tovább, a fiziológiáig, stb ezzel kapcsolatban a szociológia, a pszichológia, és, és nem kívánom elmondani. Én azt gondolom, hogy ennek a tudományos konferenciának kell megfelelően reprezentálni egyetemünk azon szándékát, hogy a nemzeti teljesítő képesség a versenyképesség megőrzésében a primér prevenció, a rehabilitáció és a rekreáció, illetve a szabadidőben végzett sporttevékenység, fizikai aktivitás, Prioritást élvezzen. A versenyképességnek egyik legfontosabb záloga, hogy a sport, mint fogalmi rendszer, a kultúrának azonos értékű része, mint a művészetek vagy egyéb más kultúrterületek bármelyike. És ez egy nagyon fontos feladata az egyetemnek. Ha nem tudjuk azt elérni, hogy a mozgásművészet, a mozgáskultúra, a fizikai aktivitás, a kondicionális színvonala, vagy a koordináció színvonala egy nemzetnek ilyen jelentős mértékben a romrást megállítjuk, akkor az Európa és a világban történő versenyképességünk jelentősen csökken. Hát többek között az élsport e és a fenntarthatóság viszonylatában mindenkinek nagyon jó munkavégzést kívánok. Az egész héti, heti programra rendkívül büszkék vagyunk, és az egyetem vezetőivel és mindannyiuttakkal közösen gratulálok, hogy megelőlegézvén a mai napi programot, és Tiszta szívből eredményes sikeres tudományos konferenciát kívánok mindannyiunknak. Köszönöm szépen.